Legcsóbbi csörtészt a szavaztok gyerekek, üdv a csatornáig, éppen jelentkezik következő csodásos White Summer Carral. Képzeljétek, két órán keresztül sikerült megoldanom, hogy visszakapjuk a rádiót. Erről mindenképpen lesz egy tutoriál a hétvégén, hogy hogy lehet tárgyakat addolnod magadnak, és elveszett tárgyakat, hogy tudsz teleportálni bárhova, gyakorlatilag a mapon, és ez tök jó, mert igazából úgy működik ez az egész rendszer, közben így rájöttem, meg írtátok, meg utána olvastam, meg utána néztem, hogy ami bebugol a föld alá tárgy, az a szeméttelepen megtalálod, el tudsz venni érte, és ott valószínűleg megtalálod, de hogyha például hogy elvesztetted, elgurult, nem tudom, halál közben állod, volt inventory, ugye a mód miatt, hogyha így elveszik, akkor azok nem fognak a szeméttelepen lenni, emiatt kellett egy program, ami volt egy ilyen self-made program, amivel így vissza lehetett állítani, nem vissza lehetett állítani, hanem konkrétan meg tudtad adni, hogy a tárgy, ami mondjuk most ugye a rádió volt, az mondjuk hol legyen a következő mentéskor, mármint mentés betöltéskor. Szóval gyakorlatilag a mentésedet így meg tudod hackelni vele. Erről lesz egy tutorial, mert többen is írtátok, hogy elveszett ez a tárgy, az a tárgy, és emiatt teljesen ez egy ilyen game breaker hibát okozott, és nem tudtad folytatni a játékot. Hát ez egy nagy probléma tényleg, de ezzel a móddal, vagyis egy programmal, egy ilyen külső programmal meg tudod oldani. De vágjunk bele a lecsóba, aztán csapjuk neki, mert ugye a busszal kéne hazamenni, el kéne menni a motorért, meg egy csomó mindent kellene csinálni, majd egy kicsit fogunk beszélni egy-két dologról. Egy-két dologra rájöttem így közben, már mint, remélem nem felejtem el. Na, figyeljetek, akkor veressük neki, mint az őrület. Ezt itt kilépünk, ezt eltüntetjük, meg nyomunk egy ilyet, mert ugye, hogy tudjunk interaktálni. Fölszedjük gyors a cuccokat. Jaj, hogy le kell feküdni, megint kezdődik a Ice Summer Car-os őrület. Be kell mennünk, úgy állítottam be, hogy elvileg a pultnál lesz a rádió. Jó van, oké, nem akarok semmit venni, bocsász, itt a rádió, igen. Meg a másik rádió is, mert voltam olyan hülye, vagyis nem hülye voltam, hanem nem tudtam pontosan, hát igen, hülye voltam, nem tudtam pontosan melyik file utal a rádióra. Oh, meg kell volna néznem, hány óra van, hogy mikor jön a buszi, nem, igen, hány óra van? 8 óra 10 van, és elvileg, ha jól emlékszem, mikor 9 óra körül jön a busz. 9 óra körül jön a busz. 21 óra 5-kor, és szerintem ez az első, ez a mi helyünk. Viszont akkor gyorsba, gyerekek. Melyik rádiót vettem fel össze? Gyorsba. Csináljunk egy olyat, hogy akkor pakoljuk bele az elemeket már egyszer. Lefekszünk a földre, ha már méne. Kinyitjuk a covert. És igen, ebben nem 4 elem kell, hanem vagy 10. És akkor az egyik shopping bagba volt, ugye? Ezt kinyitjuk, igen, ott elem, ezt is kinyitjuk, elem. Elem, ér. Hogy hívnak testvérem? Ceruza elemér. Ez nem így van ez a vicc, volt egy ilyen vicc régen, hogy hova mész, haver? Ceruza elemér, nem a nevedet kérdeztem. Jaj, mekkora poén volt, mi gyerekek, azért tudunk valamit. Végre! Hallod, elértünk egy 7 részen keresztül, vagy a 7. részhez? 7 részen keresztül szenvedtünk, hogy végre tudjuk hallgatni ezt a rádiót, de bár még nem is biztos. Nem is... Autó hangot hallok, dikaz. Ezt bemondtátok, hogy még egyre nem kell, még hány elem kell? Hú, megjött a busz! A busz! Várjál, jó, gyorsan megy az idő. Mindjárt megyek, belerakom az elemet. Elvileg elég sokáig vár, ugye? Várjál. Oké, megvan. Céltudatosak vagyunk, srácok. Céltudatosak, és ma egy pro gameplay-be fogtok részesülni, szóval semmi cicó. Minden kircsa lesz. Melyik ebbe van, ugye? Oké. Ezt felvesszük. A shopping bugot is felvesszük. Bugot vagy nem bug, bug. És megnézzük a rádió, hogy működik-e. Megnézzük. Oh yes! Ja, oké, ez így működik, jó. Le kéne feküdni, arra gondoltam. Így kéne. Úgy kéne fölvenni, azon gondolkoztam itt, hogyha fejem mellett lenne. Így.
Hello, jó napot! Menjünk! Meg kéne egy egyet venni. Hoppá! Várjál! Hú, ezt... Gyerek! Ott volt a rádió. Várjál! Erre menjen a busz. Hú, ez a busz feljárat, ez... nagyon szopatás. Srácok, baj van! Ezt itt nem tudod fölvenni. Olyan komoly. Nem ám, hogy a buszban nem működik a... De, jó. Csokolom! Ez férfi vagy nő? Bajusza van. Pazaid vannak, utasok! Hello! Zenét hallgathatjuk? Ki? Mi volt ez? Le kéne ülnöm, mi? Várj, ezt leteszem. Ide magam mellé. Enter? Uh-huh. Zoli, én tudom. Ki a fasz a gyerek? Ó, a felhallgatom meg beköttyent. Na jó, oké. Okay. Srácok, minden oké okay van? Buszozni fogunk, sajnos, vagy nem sajnos, viszont kell néznem a mapot. Elvileg jobbra fogunk menni, úgyhogy meg fogjuk kerülni az egész hóbelebancot. Fú, basszus, itt a motorom. Lehet, hogy gyalog érdemesebb lett volna elmenni? Azért mindjárt leszállok, lehet, hogy gyalog kellene menni. Komolyan mondom. Te hallod? Lehet, hogy azt kéne csinálni. Most komolyan. De mondjuk éjszaka van. Menjünk a busszal. Beszélgetünk közbe. Jó napot, doktor úr, mi újság van? Ide ülhetek magam elé? Az már három csikosod ide szod van, mi? Menj, induljunk már, vagy valami legyen! Gyerekek! Indulj! Figyeljetek, lehet, hogy lesz egy timeline, jó? A videóban. Tehát, hogyha ráviszitek az egeret a csíkra, a folyamatjelző csíkra, akkor oda tudtok pörgetni, amikor odaérünk ahhoz a busz megállóhoz, jó? Látni fogjátok. Hogyha valaki nem akarja végignézni a buszozást, ha végig akarja nézni, akkor meg itt maradjon itt velem. Menjünk, sofőr bácsi, menjünk! Mikor indulunk? Hány óra van? Ezért lenne jó, ha lenne óránk. Te, ennek a fickónak ugyanolyan feje van, mint ennek a nőnek, ezek testvérek. Leszállásjelző van? Te hallod? Vajon van gyerekek, nincs leszállásjelző? Mikor kell leszállnom, vagy hogy jelzek? De én előre megyek, megnézem. Beszélek a sofőr bácsival. Rádiót visszük. Ide rakom, hallgathatod. Csak most. Csak te. Hol tűnt a rádió? Ott a csávó, ne? Lenn alatta. Vajon pedál alatt a rádió? Figyeljetek, meg el fogom veszíteni ezt a rádiót, én érzem. Bazen nem is tudom fölvenni. Nem tudsz legugolni ebbe a kotla buszba. Jó, letettem a seggem. A rádióm lenne a földön. Sofőr bácsi? Hol kell jeleznem? Nem tudok jelezni, vagy még nem lehet? Induljunk, letettem a seggem. Passz, beesett a buszsofőről a rádió, és nem tudok vele interaktálni. Mert nem lehet legugolni a buszba, hiába nyom szét. Mami, ide ülök melléd. Jó? Váltalokkó! Nem is jó szól, mert ott van Len. Topítja a segge csávónak. Gyerekek, elveszett a rádió, hallod? Leesett oda. De miért nem indulunk? Ott az óra! Basszus, 9 óra 20 van! Menjünk már!
Mi van, mami? Nem tetszik a zene? Mehetnénk! Srácok, miért nem megyünk? Mi ba- valami, én cseszek el valamit? Hát nem megy a busz. Mi van bár? Ennek a fickónak pontosan ugyanaz a feje van, mint annak a nőnek. Csak van kalapja. Hello! Induli! Na, indulunk! Hey! Azt nem tudom, hogy fogom leszedni a rádiót. Ez miért szemez velem? Tudod, rendesen feelingje van egyébként. Ez nagyon nagy. Elvileg itt csak megfordul a búz. Várt a lokó! Hú, lehet zoomolni. Bocs, de akkor már nézelődjünk, jó? Mik vannak itt? Várt a lokó! Ez mi? Ja, az a szippantós rész. Köpnek a legyek, szóval várt a lokó. Ez valami... Ez a műszaki állomás, itt a bolt, itt a buszmegálló, templom. Itt munkák vannak, gondolom a pénz. Itt, a, itt van a csónakunk. Na, új zene. Remélem valami jó lesz. Tedd neki! Tedd neki! Zsír! Na, mint a zene. Legalább a zene jó, gyerekek. Nagyon jó. Remélem halljátok. Reggel 8? Ébredek? Ugye 8-kor ébred? Basszus, olyan régen hallgattam Gangstát, hogy elfelejtettem a szövegeket, pedig kívülről tudtam. Figyelj, öreg, az nyomja rá! Ne! El az papa! Szablakon! Végre péntek, ez a nap nem lehet szar. Nyugodt volt, semmi szirén a zaj. Ki az? Ott vagyok. Valami kaját? A Big Daddy lacát? Íva, füstöt fúva. Az öreg nagyon érzi a illet flow-t. Ez az, papa. Harmadik kerület. Fietek, lassan vezetek. Nyugati oldal, keleti oldal, nyugati oldal. Zoli meg a gangster szak. Hú, de régen buszoztam, gyerekek. Egyébként ma. Egyébként ma. De mármint úgy igazából a melóból buszra kellett hazajönni, mert a hülye gyerekek összetörték a cégest. Azt buszra kellett hazajönni. De régebben sokat szoktunk buszozni. Emlékszek rá, egyszer elmentünk buliba haverokkal. Virág Zoli haverom, innen üdvözlöm. Bár nem nézi a videókat, de ha valaki zalaegerszegi Csány iskolába tanul, vagy bármi, akkor a portára mondja meg neki, hogy szevasz, virág, és én üdvözlöm. A... Mit akartam? Igen. Azt emlékszem, hogy reggel mentünk haza busszal, és megállás nélkül énekelt, valami jött egy felhő, leszállt közénket, és összedobtuk a haverokkal a pénzt, és odaadtuk neki, hogy ezt megkapod, hogy csöndbe maradsz. Tata! Nyomjad! Hoztam zenét. Egyébként ma szaszával beszélgettünk.
találtam egy régi képet, vagyis nem én találtam, hanem Felike küldte egy régi videóból, és az a tányérsapka volt rajtam, amivel egyszer Szentgrótra mentünk diszkóba, mármint úgy mentem én, hogy egy tányérsapkába, és vicces volt, valahol megálltunk egy kocsmába, és az még ilyen majdnem rendszerváltás utáni korszak volt, és a beöntünk a kocsmába, azt így tisztelektek nekem, milyen tök vicces volt, ilyen régi komcsi tányérsapka volt. Ogligi verdája? Nagy trap gangster. Nyomják a dominót. Kocka parti kezdődik. Valaki nyer, valaki veszít. Pénztárcával távozik. Entárcsázom ezt. Ezt nem mondom ki, hogy mit. Gyerekek, bírom én ezt az izét. Buszozás. A gettóban is lehet egy jó napot. Gyerekek, én tök értékelem az Ariát, meg a többieket most. De nekem még mindig ez az igazi rap. Az az igazi gangster rap. Mondjuk az Ari nem is teljesen rappet, hanem inkább mondjuk... milyen? Minek lehet nevezni azt a stílust? Azért rap is van benne, de inkább ilyen... Fú, hogy nevezik ezt az egészet, amit csinál? Vagy hogy nevezik azt a rappet, amikor ilyen dallamosan tolja? Ez meg ilyen tipikus, ez ilyen nagyon old school rap, tudjátok. Van egy alap, egy ilyen, azt erre menjen a szöveg. Meg ugye ezek az emberek, ezek tényleg ilyen gangsterek voltak. Mármint nem ilyen, amikor azt mondják, hogy az utca nevelt, akkor nem a... izére gondolnak a szőnyegre, ahol a matchboxokat kell tologatni, tudjátok, van az az utcák szőnyeg. Tatának tetszik a gangsta, bazze. Ez valami nagy idő lehet, Spieler. Megjöttek az emlékek neki. Ugye? Papa. Nyomjad. Ennyi a bulipa. Ez meg ugye ki a fasz a gyerek. Raktam be új zenéket is, nem tudom. Az a gond szerintem, hogy az ilyen random nyomja ilyenkor. Pedig jó lett volna valami új is. De szerintem lassan le fog menni a cícaka és korom sötét lesz, na akkor meg leszünk lőve gyerekek. Szóval az júj, júj, én megígértem, hogy nem lesz izé problém, de én már most érzem, hogy nagyon nagy problémák lesznek. Ó, gyerekek, itt van egyébként a szeméttelep, látod, ide kerülnek a dolgok. Egyébként ajánlom mindenkinek ezt a map módot, én azért nem nagyon használom, mert azért valamennyire autentikus gameplayt akarok. Majdhogy nem már cheat szinten van, hogyha így használnak. De ugye most azért jó lenne tudni, hogy hol szállunk le, de várjál. Ó, van leszállás jelző, jó van, oké. Okay. Lori, tudod. Te tudod, te vagy a faszod gyerek, Zoli, én tudom. Következő megállóra neki szárunk el. Még nem nyomom, még nehogy megálljon itt. Kicsit szomjasak vagyunk. Ó, van sörünk. Na mondjuk lehet, hogy itt nem akarom elővenni, mert megint az is elbugol. De én nagyon remélem, hogy a rádiót fel tudjuk venni, de szerintem egyébként annak a rádiónak megint kakuk. Ez a rádió itt körbe fog körözni ezzel a busszal, és megállás nélkül szólni fog. A gangsta benne, bazze. Mert ez meg mit stírul engem? Ne nézzé! Előre nézzé, az utat figyeld. Mert nem tudom fölvenni, nem tudsz legugolni buszon belül. És nem érem el állva. De tökéletes játékmechanikai fogások, hogy le kell feküdnöd a földre, hogy fel tudjál valamit venni, viszont ugye... cseszheted. Érdekes, a sineken is átmentünk, mert most mentünk át. Vagy lehet, hogy valami felüljáró van így. Sőt, biztos, mert itt akkor karambol lenne. Nem is olyan hosszú ez a buszozás, tök jó, vagy el vagyunk. Csak pont akkor fogunk odaérni, amikor tök sötét lesz, és nem fogom megtalálni motoromat. És akkor most azt tervezem, hogy elmegyünk a városig, akkor már belecsesszük a csónakba a motort. Hú, ez kemény lesz korom sötétbe, gyerekek, el kell volna hozni a zseblámpát is. Ja, ez random váltogatja a zenéket, aztán az elég szar. A gyerekek, még nem merem itt megnyomjuk a leszállási adatot, jó? És
És korom sötét, ezt nem fogom megtalálni. Nem fog... Meg a csónakba hogy fogom belapátolni a motorra egyszer? Meg hogy fogok bemenni a csónakba a motorra? Gyerekek, már megint be fogunk félelni, itt érzem. Jaj, ne. Te beszólt, hogy izé megelőzték. Nem hiszed el. A pappa, nyomok egy leszállás jelzőt. Oké? Okay. Kezdi ne nyomogasd azt a gombot! Papa, én nekem nekem szállom itt a lista háta mögött. Evisznek a izék a hegyi rémek. Bazze, de sötét van, hol lesz a motor? Áll meg! Ne akarok szállni, a Magnum... Ez vicces lesz, hogyha tényleg a Magnum ezután itt fog körözni örökre a busszal. Valahol itt lesz a motor. Állj meg! Itt estünk el. Itt van közvilágítás. Jaj, de jó. Hát mondjuk tovább nincs. Na, papa! Sofőr bácsi, én tudom. Ki a fasz a gyerek? Na. Szállok le. Magnó, nem tudod elvinni a Magnót. Nem tudod levenni. Várj, elé megyek. Hát, hogyha innen... Ott a Magnó. Jó, megsikerült. Jó, mehetsz, papa. Sikerült kikalásznom. Hú, még lehetett hangerőt tenni rá. Ezt az nagyon adja. Nekem ez az egyetlen út, ami jó. És előré vagyok, mint te. Ki adja ki a lemeze, te kis fütyike. Ne engedd, hogy a kezed ném nagyobb legyen. Na hol a... Izé, hol van gyerekek, hol a... A motor. Itt egy Skoda. Mert a szar neked örök két tart. Neked a szöveged, nekem a farkja megyenes. A tiéd egy picike az enyém méretes. És én... Ú, nem fogjuk megtalálni. Te kibaszott kretén. Ki a fasz a gyerek? Te vagy én. Valahol itt taknyoltunk-e? Várjatok, kéne inni egy sört. Visszamegyek, ahol van világítás. Ú, gyerekek, elcsapnak. Kell innom. Adhatna valami új zenét is. Jó, nézzük. Ígyunk egy sört. Komolyan mondom, egy olyan feelingem van, mint hogy tényleg itt lennék. Mármint ilyen, nagyon adja ez az egész. Kicsit le kéne halkítani, nem tudom, nem, nagyon hangos! Tordítatom az erét. Jó van, chipset dobjunk be? Nem dobok. Meg kell kerestük a robogót. Lehet, hogy hangos az elemi gyerekek! Nem tudom, hogy van annyira hangos. Megnézem a térképet. Hú, még odébb van. Hú, srácok, baj lesz, várjál. Van egy ötletem. Baz, elvesztjük a rádiót, mondjuk hang után tudunk menni. Ezt akartam. Meg kell találnunk, gyerekek. Hol a rádió? Szerinted normális vagyok? Szerintem nem egyébként. Most így belegondolva. Jön egy autó, látjuk a fény. Valahol végén. Csak el ne csapjon, nem tudom hol járok. Már előre lögtök, hogy el fog ütni, mi? Le vagyunk rúgva egy kicsit még ráadásul. Na figyeljünk, jön egy autó. Nem erre jön? Bazza, nem tudom, hol a robogó, valahol itt előttünk.
Ott van! Ó, bazzek, innen van az út közepén! A rádiót lerakom, el fogom veszteli, nem tudom hol vagyok. Ki kéne kapcsolni? Jó. És el kéne raknom. Jó, elraktam, ugye? Oké, két rádió nálam, azt a vegye. Ki kéne menni az útra? A robogóért. Az hol van? Az út közepén. Bocs, hogy itt bümböltettem a zenét, remélem nem volt túl hangos. Ezt el tudom vinni? Ezt tudom cipelni, jó, vigyük ki innen. Meg kéne indítani, tudod? Üljünk fölre. Szerintem most nem vagyunk az úton, remélem, ugye? Szerintem nem. Már minden oké lesz, gyerekek, érzem, hogy... Ja, nincsen világítás, meg gondolom. Nincs benne aksi. Oké, jó vagyunk. Na, mehetünk srácok szerintem. Küldjük neki. Elmegyünk a faluba. Aztán megyünk a csónakhoz. Figyeljetek, az a minimap nem is szar. Nem is szar, hogy ott van, nem? Mennyit mehetünk most? Megint elesek, megint meghalok. Jó. Egyébként ez a minimap nem hülyeség. Lehet, hogy fogom használni, komolyan mondom. Figyelj, most egy... Legalább... Oké, jó, megint egy... Olyan furán megy ez a motor. Így elkezd cidrizni alattam. Rendesen fosok. Kár, hogy ilyenkor nincs zene. Hűben az árokban. Nem van fölkenődök valamire. Nyílen megyünk itt. Megint meghalok, megőrülök. Várjál, várjál. Itt valami falu. Itt egy busz megálló. Figyelj, minimapot használom. Szerintem az nem egy olyan nagyon durva dolog, meg tök jó. Kicsit ilyen GTA, GTA feeling. Meg kéne fordulni el. Ja, én így szoktam megállni. Mindjárt berúgjuk. Elég nehezen indul, amikor föltövág, utána. Sándor. Ez nem indul el. Próbálom Sasza havert rávenni, hogy nyomjunk egy multit is. Ezen kívül egy multimentéssel. Szerintem böszme jó lehet. Ilyen síró röhögős. Jó fele megyünk? Talán nem. Figyeljetek, emehetnék a izéhez. Azon gondolkodok. Mondtátok, hogy van valami csávó. Itt a busz. Megérkezett a busz, körbeért közben. Hoppá, itt izé van! Autós találkozó, meggyűjtem gyerekek! Majd rendben teszek itt, ne féljetek! Figyelj, még suna is van! Várjál már! Mittel, mindjárt a nyakon verlek. Mi ez nem csaj? Ez a csávó volt, aki kiütött, he? Jó, adjál! Nem merek, várjál! Az a pár tökét az. Hogy kell bemutatni? Nem? Tudsz tenni hújtan szátan a napina. Jújúj, megint itt idejelek. Nem ezt akartam. Menj, köcsög. Meg, figyeld! Azt a burnout! Húzzatok innen, köcsögök, én vagyok az uraháznál. Na mi van, meddig pisilunk? Kicsit kellemetlenül érzem magam, hogy itt az utca közepén. Takarodjatok, buzik! Húzz innen! Ezekkel elvileg lehet versenyezni, azt mondtátok. Hülyes útyók.
A hülyes útjók, mi? Meg ilyen szar zene szólnáluk, nem tudják mi a gangsz, az oly. De oda belement az árokba, jó van. Oké, figyeljetek, már komolyan mondom, hajnalodik. Mi a tökömet csinálok én itt? Na, menjünk, csónakot megnézzük. Én nekem is olyan van jár, mivel? Merőbb, mint a tiéd. Ezek merre van a tó? Itt balra le, nem? Nem erre. Cigizünk közben, jó? És tudom, gondolkodok, merre van a tó. De szerintem erre. Nem erre. Hűha. Megnézem a mapot, csak mi a szart csinálok én itt. Jó, hát fogalmam sincs ebből, de nagyjából. Szerintem arra van len. Egyébként a tökömnek borul el mindig ez a gép, hát... Hiszem el. Jó, oké, most szóltam össze magam másodszor. Esküszöm. Ja, tudjátok mire gondoltam? Emehetnénk. Mondtátok, hogy a diszkó mögött tudok szerezni órát. A nyakon vereg valami figurát. A diszkó meg azt hiszem, hogy itt a földes útnál van. Ez a földes út? Nem, másik irányba. De tudom, hogy hol van. Jó, na, nincs semmi gond. Mi történt? Alva maradtunk, gyerekek. Úgyhogy... Ez jó. A diszkóhoz el kéne menni. Egyébként ez a motor... Ez nem a legjobb. Na, másik irány. És akkor szerezünk órát, leverünk valami hülyét. Elmegyünk a diszkóhoz. Már nem, milyen nap van, péntek? Van már a diszkó? Biztos. Az a rendesen emeli az elejét váltáskor ez a gép, gyerekek, gép sárkány. És köszönöm. Ez komolyan biciklizett? Akkor most van hajnali kettő, nem. Uha. Kicsit foszok. Picit foszok, gyerekek. Ez egy picit para ez az egész, gyerekek. Ez nagyon brutál. Hogy... Mikor zár az a rohadt kocsma? 2-kor, akkor hajnali kettő van. Elvileg erre van a diszkó. Várj, mapon meg tudtam volna nézni, ilyen banga. Majdnem azt mondta balfasz. Most lehet, hogy nem kéne megnyitnom a mapot, várjál. Kicsit lassítsuk. Hűha. Lehet, hogy mutatja. Mutassa. Valahol itt volt a diszkó pedig. De lazán nyomom így mi. Na jó, megnézzük már. Lehet, hogy azt nem mutatja. De már elmegyek addig, hogyha eddig eljöttem. Itt egy ilyen nagy épület, tudjátok. Tuti, el fogok esni. Tuti, meg fogok halni megint. Hát figyeljetek, ha már itt vagyok, akkor szerezzük egy órát. Nekem az nagyon frusztráló, hogy nem tudom, hogy hány óra van. Egyébként vannak ilyen óramódok, de mindenképpen meg kell szereznem az órát. Tehát annyi, hogy csak lecseréli az órádat egy másik fajtára. Hol a tökörben vagyok, bazza? Most nem a legyek köpnek, hanem hogy húog ez a bagó. Megőrülök. Ha una diszkó. Mi
Mindjárt visszafordulok. Ah, itt lesz, nem az az? Szerintem az... Jaj, nehogy még esik is az eső. Öcsém! Tökig elázok. Szerintem itt a diszkó. Bazze. Jézus Isten. Jézus Isten. Pörgessük jobban, akkor nagyobb fény van. Ahol itt a diszkó, bazze. El is kerültem. Azt mondtátok, mögötte van egy ürge. Kinek van órája. Hát de én hogy fosok, komolyabb mondom. Itt nincs ürge, lehet, hogy bezárt már a kotla hely. Jú, gyerekek! Na ez az, ezt nevezem autentikus éjszaka megjelenítésnek egy játékba. Ez bezárt az a hely, vagy lehet, hogy csak X napokon van nyitva. Jó, hogy van minimap. Egyébként ez tök hasznos az a minimap. Annyira nem könnyíti meg az életedet, de azért... Jó. Küldjük neki. Bocsánat. Új, mit ígértem? Professzionális gameplay. Küldjük neki, bazen! Nem gép, hanem bírja! Megy ez! Nyílen megyünk, gyerekek! Kockáztatni kell! Anélkül nem nyerünk! Hűha! Kanyar van? Nem látok kettőig, jó. Hűha. Hát ez lehet, hogy most így szerintem mindenki azt gondolta, meghalok. Egyébként én is. De hát hogyan? Ne viccelj. Kicsit rúg a gép szerintem a... Ez a víz, ez nem lett a barátunk. De most itt leszállok én, bazd, sose lesz meg az a motor, hallod? Álljunk meg! Kibűszöm a hátamon. Nem lehet vinni? Hát lehetett. Hunka fogni, hogy ezt tudjam hűtni. És nehogy már úgy kellett kitolni. Ó, oh, de jó. De ki tudom vinni. De hova viszem ki? Azt sem tudom, hol vagyok. Jaj, ne bugoljál, bazza, mert akkor izélek, eréljöm magamat. Jó vagyunk. Itt az út, jó. Meg vagyunk mentve. Egy kicsi... Egyébként, mintha csúszna az út. Vagy már beképzelem. Jó, mindjárt városban vagyunk. Megyünk a csóvónakházhoz, csóvónakhoz. Minden rendben lesz. Na, pirkod! Bazze! Megint beugrottál ma izé? Sportszelet a gatyába? Hát ezzel a lámpára nem sokat látsz, főleg esőben. Jaj! Ó, világosabban. Jó! Minden oké! Okay. Meg vagyunk menve. Mindjárt beérünk a faluba is. Talán. Hű! Keeper már nagyon tudja. Hogy döntöttem, öcsém? Leért a üzeim a vállam. Ha.
Nagyon kajakok vagyunk. Jó, már én ráéreztem, gyerekek, ráéreztem. Hoppa. Jó van. Jó. Megkomolyodom. Ígérem. Jó, bocsánat. Megkomolyodtam. Egyébként... Egyébként esküszöm, nagyon lélem. Te a buszra fölvinném a robogót. Bazza, föl lehetne vinni a buszra a robogót. Ezt mennék középen vele, érted? Menjünk. Menjünk a csónakhoz. Valamerre erre van-e? Nem jó, felemegyek itt valahol. Á, jó, oké, meg is volt. Na jó, hun a csónak. Ide kéne járni a stékhöz, beleugratni. Ugye? Ez lesz. Ja, bazzá, hát ezt fel lehet venni a robogót. Öcsém, nincs sötét, mi? Az a rohadt standard. Az mi az a fény? Az mi az? Látod? Ilyen, egy ilyen paszt, aztán úgy, hogy ilyen füstcsikot. Azok szerintem autók csak be van buvolva. Na meg es, megint eredjél meg, bazd. Az előbb estél, hallod? Megint izé, le kell feküdni, érted rám? Fel tud venni ezt a kotlát. Le kell feküdni a földre. Ezt aki kitalálta, az is a szeme álljon meg. Meg megint essen az eső. Istenem. Mindjárt előkapom ám a üzét. Rádiót, ezt hallgassuk hazafelé. Jó? De bazza, el fogom veszteni. Azon agyalok, nem menjek föl menteni egyet, mert akkor megy az idő. Utána elvesztek itt, az a baj, korom sötétben ráadásul elvesztek valamit. Akkor itt nekem... Erre kukujér, semmi esélyem nem lesz. Fölmegyünk, mentünk egyet. Esküszöm, valami zenét hallok. Na hát megint itt vannak, duajkodnak azok a hülyék. Ott egy lámpa, pedig a busz az már rég elment. Ez egyébként rohadtan autentikus ez a sötét. Valóságban is ugye így lenne. Mindjárt mentünk egyet a kocsma mögött. Bocs gyerekek, de muszáj-e? Éhes vagyok, szomjas vagyok. Segítsetek a kisrókának. Buknak. Azt hittem erre meg kivilágosodott, mondom akkor meg izé lesz. Rohamot kapok, gyerekek. Ki kell szórni mindent. NFL Edge Keeper bazza, mert itt akkor vége lesz megint a dolgoknak. Na, mindent ki kell szórni a földre. Ugye mentéskor elveszik. Fú, bazze! Egyébként, most nem azért, de várj, ilyenkor mindig importálni kellem ezt. Ugyanott tartunk pontosan, mint ahogy... De elmentünk a robogóért. Mint ahogy elkezdtem a gameplayt. Elmentünk a robogóért. Úgyhogy nem ugyanott... Nem ugyanott tartunk, ilyenkor nem merek beszélni, vagy nem tudom. Hogy mit hallotok, meg mit nem, mert a töltéskor sokszor így megakad a hang, meg ilyenek vannak. És még mindig esik az eső, ez befosok, komolyan mondom. Na, megint lefekszünk a földre, hogy felvegyük. Várj, ígyunk egyet. Megint idő, bug van. Ígyunk egyet, megeszünk egy chipset, és ugye a chips az jó, mert az nem romlik meg. Itt már meg azt a söröcskét, ne viccelj. Megesszük a chipset. Ja, a chipstől meg ilyen atom szomjas leszel, úgyhogy az hülyeség akkor előtte inni. Megjött megint a busz. Jó lenne, mert így tudnál, mikor jön a busz, mert ordítana a gangsta. Zolia. Jó, még egyet beverünk. Na, aztán akkor vegyünk fel mindent. Ezt a rádiót se adjuk itt, mert akkor nem lesz rádiónk se. Oké, okay, ezt is felveszünk, aztán induljunk meg. Kicsit becsicsendve. Jó. És mindig esik az eső. Figyeljetek, csalni nem csalunk, szépen ügyesen játszunk, ahogy kell. Kicsit fárad vagyunk, kicsit a higiénia szorulán, de egyébként be akarok menni a szigetre, útba ejteni, és akkor összeszedni a cuccokat, tudjátok. Tudjátok-e?
Jó, mert a robogót hazaszállítjuk, az tök jó. Nem is tudtam, hogy a robogót fel lehet venni, csak most jöttem rá ebbe a gameplay részbe. Hazafele meg ordítatjuk a gongstart, mind az állat, meg talán berak már egy új zenét, mert raktam be direkt új zenét. Olyat is, amit írtatok, hogy rakjak be. És pont nem azokat adja. Elvileg lehetne ugye CD lejátszót majd venni az autóba, és ott te választod ki, hogy milyen számok szóljanak. Vagyis lehet ilyen next track-et nyomni rajt. Itt viszont, hogyha rádióba rakod be ugye, akkor csak az van, hogy ilyen random. Na, a rádiót elővesszük. De ne ejtsük a vízbe, mert akkor megint szívás lesz, úgy. Ugye rakjuk. Hú, ki ne essen be azzal, mert akkor megint izé lesz. Megint megőrülök. Oké. Okay. Várj, a rádiót ezt kapcsoljuk már be. De megint le kell feküdni hozzá. Hajd, hajrá! Jaj, ne! Nem jó vagyunk! Ki kéne tolatnunk innen, vagy valami? Ez az! Let go! Hát, nem sok mindent hallunk a rádióból szerintem. Gangster szór! Jó, hát nem igen hallani. De lehet, hogy le van halkidva. Elmerem engedni ilyenkor? Várj, megállok. Nyomom a féket, nem tudom rádióban mit akarok fékezni. Vagy a csónakba. Új. Hát ez elég veszélyes. Jaj. Ez az, jó. Fogadjuk bele, esik a vízbe. Egyébként a rádió, vagy ezek hatnak a csónakra, össze-vissza megy. Nem jó éneklem, de égő. Nyugati oldal. Döglit, Zoli, meg a gangster szór. Majd írjatok zenéket, mit rakjunk be? Ha lehet, akkor no, ne copyrightosokat, nem tudom, ha tudtok olyanokat, akkor írjatok nyugodtan. Egyébként raktam be egy csomó zenét, nem tudom miért ezeket játssza. Komolyan. Mindig ugyanazokat dobja be. Amiket legelőször raktam be, amiket később, azokat nem rakja be. Nem tudom tényleg, hogy miért, bocs érte. Ebben mennyi van még? Megint a váltolókkal, érted? Nem új zenéket nem rak. Mi van benne bőven? Egyébként jobbra húz a csónak ezerre, folyamatosan balra kell nyomnom. Szerintem a robogó az terheli. Figyelj, leverül a rádió, nem tudom ezek az elemek meddig bírják. Összeszedjük a cuccokat, megrakjuk a csónakot. Aztán megyünk tovább. Várta lokkó! Kell raknom be zenéket, tudom is miket fog még rakni. De lehet, hogy azt csinálom, hogy ezeket meg kitörlöm, mert mindig ezek... Miért mindig ezeket rakja be? Nem tudom, gyerekek! Süt a nap, nehogy szomorú légy. Lehetne százszor is rosszabb.
Mindjárt vagyunk. Tök jó, hogy így meg tudtuk oldani. Jó, annyit csináltam ugye, hogy visszateleportáltam a rádiót. De hát most ne veszem már el egy item vagy egy item a játékban, mert akkor meg az tök gáz. Hát mit csinálok a nélkül? Most nem lesz rádió soha. Szerintem az úgy nem lenne fair. Egyébként nem én fordulok, hanem egyszerűen fordul a csónak. Mindegy, akkor már annyira akar erre fordulni. Jaj! Felássik a vízbe, az tökre megy, mi? Vinnem kell ám mindenhova, most nagyon élem. Na valami új zene legyen, remélem, hogy valami új lesz. Jó, hogy nem amelyik keleti oldal. Jó, imádom, de kezd sok lenni. Rakjuk a... Lutolunk. Lehet, hogy nem fogok tudni mindent elvinni egyszerre. Mármint a csónakba is kell pakolnom kacatokat. Na, pixelvadász. Shame. Ez. Megpróbálom tényleg azt, hogy jó messziről megfogni. Igen, ez még használ, úgyhogy ez érdemes. Nem tudom, mennyi cucc van nálam. Ezt nem tudom, miért viszem, hogy ennek értelme van-e. Jó, ezt a fotárolót ezt akartam vinni. Meg ezt. Mennyi hely? 9/10. És lehetne nagyobb rakni, azt hiszem még 5 felre is, de nem akarom. Nem, azt csináljuk, hogy akkor... Ami fontos, azt elrakom. Ó, a tűzi játék. Meg a kávéfőző, jaj, hát igen. Beszórjuk a csórakba, de csak nem veszik el. Úgy. Néha meg nem akar futni a karakter, nem tudom azt is miért csinálja. Tehát így nyomod a shiftet és nem, mégse fut. Ez érdekes. Nyugati oldal, keleti oldal, nyugati oldal. Döglét Zoli meg a gangster szar. És megint nem fut. Ugorani kell legyen, hogy nem tudom, valami több bebugol. Ugye lehet tüzet rakni, meg lehet grillezni ám. Úgyhogy van olyan kajád, akkor meg tudod sütni. Pia. Lehetne kávét főzni itt így. Mekkora feeling lenne. Megbámulunk? Még jó, hogy pont nem hallottátok, hogy mit bámulunk meg. Két rongya kevesebb. Mi a régi ez ezzel? Két rongya íze a büntetés. Ez most már nem nagyon állná meg, nem? Pont nem is tudom ki mondta. Ferike mondta ma. Nem, tegnap. Hogy övre büntették meg 26 000-re, meg plusz 3 pont. Azért az aranyos, nem? Egyébként én ezt az övet soha nem értem meg az autóba. Hogy az miért kötelező az öv? Miért kötelező az öv? Te azzal nem beszélyeztetsz mást, azt hadd döntsd el már, hogy azért, hogy te akarod-e kockáztatni az saját életedet, nem? Vagy azt te hogy látod jónak, hogy használod-e az övet, vagy nem? Ennyi erővel megbüntetnek, mert mit tudom én, kést használok, mert elvágom a kezem, vagy nem tudom, nem lánckesztyűt használok. Meg akkor a motor, ott nincs öv. Oké, a sisakok, meg a sisakot se értem, tényleg, egyébként. Úgyhogy... Nekem ezt soha nem fogom érteni. Na menjünk, gyerekek! Az most elindult? Ki kéne tovatni?
főtárcsázzuk ezt a... Tulatni nem nagyon szeret ez a gép. Mindjárt odaérünk ám, nincsen gond gyerekek, minden oké. Lehet egy jó napor, és mindig ezeket játszok. Nyugati údol. Nem tudom miért folyamatosan jobbra húzod a csóra. Figyelj, itt most elengedem a kormány. És megyünk jobbra. Jó, hazajuttattuk mindent, meg még figyeljetek, igazából nyertünk ezen az egészen. Mert legalább meglett a kávéfőző, innen meglettek a cuccok. Szóval nagyon nem is vesztettünk. Lehet, hogy nem is rakok timeline-t a izébe, meg igazából kiderült számotokra szerintem nem volt timeline, nem volt annyira veszélyes a buszozás. Így, hogy előkörködtük, meg zenét hallgattunk. Itt tök jó volt. És most például meg ugyanezt elkezdte, mint az előbb. A keleti oldal, a nyugati oldal. Az előbb volt, lejárt és újra kezdte. Újra kezdte. Komolyan mondom, ez a rossz ebbe a randomitásba, hogy lehet, hogy játszaná a többit, csak ugye pont ezeket mákolod be. Ez szar. Ki kell mennem, azt rakok be új zenéket, nem mindig ugyanazokat hallgassuk. Jó, most látszok. Vagy én tényleg nyugodtan mondjatok zenéket, mert én benne vagyok minden jóba. Ugyanazt játszok. Megint a keleti oldal. Kívülről fogjátok fújni, srácok. Egyébként még régi tankcsapdát is, legjobb méreg, még ilyen albumokat hallgatnék, de azt hiszem az copyrightos. Nem tudom, majd írjatok tényleg nyugodtan. Egyébként a Ladába be, ablakot le, azt is beraktam, de... Ma, nem játszok. Meg az Ifa megy a hegyen, az is benne van, azt sem játszok. Lehet, hogy én csesztem el valamit. Tehát nem hiszem, mert ezeket meg tök berakta. Harmadik kerület. Lassan vezetek. Erre vagyok kíváncsi. Ó, hát ez elég sokat megevett, látjátok? Ez egy ilyen fél tank volt oda-vissza, tehát akkor azért vigyázni kell. Mert rácsiszel, és nem tudom, azt hiszem ebbe két té kell. Nem úgy néz ki nagyon, mint hogyha... Ez szerintem 2T lesz. Úgyhogy ebbe kell majd akkor 2T-s üzemanyag. Na hol a patchben vagyunk, gyerekek? Szerintem jó fele megyünk mi? Még ide kéne jönnünk, nem? Ott a házunk. Hol van a stégünk? Ott. Hol az a rohadték? Icipici kezet. A ízét is be akartam rakni a szerb határ felé, az is egy alkalmas zene. Ezt nem tudom, gondolom már a régebbi nézőimnek elmeséltem, hogy volt egy olyan, amikor a Roxyba, Zalaegerszegen, nem voltak a gangstájék, ugye sztárvendégként. Aztán ők azok nem nagyon szoktak szorozni, ők le szoktak ülni, hogy a... Itt tudom, ha volt ilyen beülő, vagy oda szoktak állni a pulthoz, azt elkezdtenek inni a emberekkel. Szóval nem az van, hogy jaj, vigyetek ki innen, mert emberek vannak. Nem a tökörös fajták. Te azt akartam mondani ezzel kapcsolatban. Hűha. Kiszórok mindent, nehogy elveszem. Sőt, a teás csészét, azt nem is tudom, hol van már, bazzik. Az a dobom. Ott van, jó. Fényképező is. Ja, és az volt a durva, hogy akkor voltam egy ilyen középsul is.
Aztán nem volt nálam semmi. Semmi papír. Akartam autogramot kérni tőlük. Csak az ellenőrzőm, középiskolai ellenőrző, meg egy filc volt nálunk, amivel azt szoktuk csinálni, ugye régen úgy volt a, most már karszalagban, régen úgy volt a diszkózás, hogy amikor bementél, egy pecsétet kaptál a csuklódra, és akkor, hogyha kimentél, ki akartál menni, mit, akármi a kocsihoz, vagy bármi, akkor, amikor jöttél vissza, megmutattad a pecsétedet, és akkor be tudtál menni, tudod, akkor nem kellett újra fizetni, tudták ki volt bent. És mi azt szoktuk csinálni, hogy leszoktuk menni, mit tudom én, valami haver, ha bement, akkor utána kijött, megnéztük a pecsétet, azt lemásoltuk. Régebben, későbben úgy csináltuk, hogy tudtuk milyen pecsét van, és ilyen radírba bele kifaragtuk, és akkor már előre kocsmába mindenkit felpecséteztünk. Azt így jártunk a Roxy-ba. Na, az a Fields volt nálam. Plusz az ellenőrző, azt odaadtam nekik, aztán röhögtek, így adták egymásnak körbe, és akkor autogramot írtak mindenki bele, de úgy, nagyon vicces volt, ugye az első oldalon volt a tanárok nevei. És akkor szépen oda beírta az Anna Zoltán, meg aláírás, meg mindenki, a Dopper, meg a többiek is. Hát jó van. Nem nagyon tököltek. Tényleg úgy volt, lejöttek a színpadra, jó van, menjünk a pulthoz, üljünk le. Battle of Go! Na jó, srácok, odaértünk, ugye megúsztunk mindent, látjátok? Siker, pénz, csillogás van. Szerintem fogunk inni egy kávét, aztán akkor nappal most pont tudunk dolgozni. Iszunk mindent, megcsinálunk, fürdünk, azt nekiállunk szerelni. Írtátok egy csomó mindent, hogy mit kell... De jó! Megjöttünk, gyerekek! Megoldottuk, nem fog ki rajtunk a játék. Mindjárt jobb gyerekek hangulat. Csak kellenek több zenénk, imádom, nagyon jó. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, szenvedtetek. És jó, várjatok. Igen, a két tét mondtátok most már, hogy működik, nagyon szépen köszi, azt is fogjuk tudni. Jó, meg kéne nézni, hogy nem eljött számla, vagy ilyesmi. Szomjas vagyok, vágom. Mindenképpen iszok egyet, aztán mentek egyet, de viszont megnézem, hogy nem eljött számla, meg ilyenek, jó? De miért van ilyen rossz össze az a postaláda, srácok? Kéne venni rá izét is, számítógépet, kíváncsi lennék azzal, mit lehet csinálni. Az úgy tetszene. Ja, a minimapot meg írjátok meg, hogy használjuk-e, jó? Igazából senkit nem zavar szerintem ott fent, és ez tök jó, hogy azért itt így eligazodunk, ott a pótkocsit jelöli. Nézzük a postaládát. Ó, mennyi minden van itt, bazza. Rendőr. Jó, hát felre megbüntettek, le van szarva. Energiaszolgáltató. Na, ugye? Tessék. És ez hogy van? Ezt kifizettem? Bazza, nem figyeltem, gyerekek. Visszanézem a videót. Ez talán kifizette, ugye? Valószínűleg eltűnt. Hát nem mindegy, hogy érted 6000-et meg 7000-et fizetsz, vagy... Figyelj, ezt megrendelem. Jó, és akkor mondtátok, hogy ezt be kell dobnom valahova majd. És akkor megkapom, össze kéne kappantani el annyi pénzt. Így élném, hogyha lenne egy számítógép. Nem tudom, mit lehet rajta játszani, vagy mit lehet internetezni. Elvileg valami videomagnót is lehet, vagy az csak mod volt. Meg valami láttam ilyen játékkonzol, meg ilyeneket. Azt hiszem az csak mod volt. De hát majd később modolunk, most egyelőre nem akarom szétmodolni. És mindig ugyanazokat a zenéket játsz, hát ez nem jó. Fölkapom, levél. Na jó, gyerekek, gyorsan iszok azért, hogy ne aljak szomjan. Big Daddy Lacát. Jó van, gyerekek. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem élveztétek. Tippeket, ötleteket, mit csináljunk, minden jöhet. Jó, srácok? Köszi szépen. Sziasztok.